Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Határtalanul program YouTube csatornáján. Ma egy igazán izgalmas és tömör történelemórával készültünk nektek. Következzen 1848-at megelőző időszak két legfontosabb alakja. Két államférfi egy céllal, de két különböző úttal. Kossuth kontra Széchenyi. Kossuth Lajost és Széchenyi Istvánt alapvetően a történelem azért emlegeti általában egy lapon, mert valamilyen szinten az életútjuk folyamatosan keresztezte egymást. Hasonló életutat jártak be, bár eléggé máshonnan jöttek, erre majd hamarosan kitérünk. Viszont alapvetően tényleg mind a ketten nagyon meghatározó szereplői voltak a 48-at megelőző időszaknak, és bár rengeteg kérdésben eltérő véleményen voltak, alapvető dolgokban megegyezett a véleményük, és egy irányba akarták terelni Magyarországot. Mind a ketten Magyarország felemelkedését kívánták, bizonyos szintű önrendelkezésének kialakítását, feudális rendszer eltörlését, ami ugye azt jelenti, hogy már ne legyen jobbátság, meg ilyesmi, mert igen, ez meglepő, de akkor még volt. Pedig csak közel 200 évvel ezelőtt járunk, de mégis, akkor még volt. Igen, tényleg, ezt el akarták törölni. Szóval alapvető kérdésekben megegyezett a véleményük, de mégis rengeteg mindenben vitáztak. Ezek a vitapontok pedig a módszerek voltak, amelyekkel ezt a célt el akarták érni. De nézzük meg először azt, hogy honnan jöttek. Kossuth Lajos egyszerű, köznemesi család sarja volt. Széchenyi azonban az ország második leggazdagabb és legelőkelőbb főrendi dinasztiájába született, tudni illik az első, ekkor az Eszterházi család volt. Kossuth egy monoki családi házzal és némi földbirtokkal rendelkezett csupán, Széchenyinek azonban 90 holdja volt, több kastélya, faluja, több száz szolgája és cselédje. Kossuth Lajos csak hírből ismerte a császári központ életét, Széchenyi azonban akár bejelentés nélkül is bármikor a császár elé járulhatott, sőt, néha együtt reggelizett Metternich kancellárral. Kossuthnak jogi egyetemet kellett végeznie ahhoz, hogy érvényesülhessen, Széchenyinek azonban elég volt a főnemesek önművelő módján képeznie magát. Kossuth egy vérbeli újságíró volt, aki bármikor egy frappáns cikkbe le tudta írni a véleményét, Széchenyi azonban falsúlyos nagy szövegekben fejtette ki gondolatait, akár egész könyvek terjedelmében. Egyszer például volt olyan, hogy Kossuth és Széchenyi nyilvánosan vitázott, Kossuth a Hivatás című cikkében kritizálta az arisztokráciát, mire Széchenyi egy komplett könyvvel válaszolt Kossuthnak erre, ami eléggé durva. De nézzük meg végezetül különbségként a nyelvezetet, amelyet használtak. Kossuth elsősorban magyarul, másodszorban németül beszélt, Széchenyi pedig éppen fordítva, elsősorban németül, másodszorban magyarul. Ezen kívül mind a ketten nagyon jól tudtak angolul és latinul, sőt, Széchenyi még franciául is beszélt. De nézzünk túl egy kicsit a származáson, ugyanis egyértelmű, hogy tettekre van szükség ahhoz, hogy egy ország elismerjen. Széchenyinek nyilvánvalóan könnyebb dolga volt, de azért ő is mondhatni kitett magáért. Széchenyi 1825-ben földjeinek egy évi jövedelmét ajánlotta föl a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására, majd 1830-ban megírta a Hitel című nagyon-nagyon hosszú, nagyon-nagyon terjedelmes, gondolatébresztő szövegét, mely országos ismertséget hozott neki. Ezen kívül nyilván volt még más is, ez a két legfontosabb. Kossuthnak azonban sokkal többet kellett tennie ezért a sikerért. Lediplomázott a jogi egyetemen, majd ezt követően hosszú évek kemény munkájával, rengeteg publicisztikával és rengeteg cikkel sikerült elérnie valamilyen szintű elismerést. Ez bőven elég volt ahhoz, hogy az első reformország gyűlésre behívják, ott volt ő is az alsó táblán, bár ekkor még felszólalási jog nélkül,
Nagyon fontos, hogy időben el tudjuk helyezni, ez az első reformországgyűlés, amelyen Kossuth már ott volt felszólalási jog nélkül, ez az az első reformországgyűlés, melyen Széchenyi fölállt, és nagybeszéd közepette felajánlotta földjeinek egyéves jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására, és itt járunk így egymás mellett. Kossuth a Pesti Hírlapban megjelenő cikkeivel az ellenzéknek egy markáns alakjává vált, és összefoglalva tehát hosszú évek kemény munkájával jutott el az alsóházig, Széchenyi azonban születéséből adódóan már alapvetően is tagja volt a felsőháznak. Ettől függetlenül 1847-es reformországgyűlésen mind a ketten az alsóházi képviselőségért mentek csatába, ugyanis Széchenyi is tudta, hogy az érdemi munka tulajdonképpen ott zajlik. Mind a ketten ott voltak tehát a küszöbén annak, hogy valami nagyot alkossanak, és valami változást elindítsanak az országba, de nézzük meg azokat a kérdéseket, melyekben ők teljesen máshogy látták a megvalósítást. Az első, legfontosabb kérdés, melyben nem értettek egyet, az az, hogy a reformkor elindításához mely társadalmi réteget kell felhasználni és megerősíteni. Kossuth a változások kezdeményezéséhez a köznemességet látta a legmegfelelőbb társadalmi rétegnek, míg Széchenyi az arisztokráciát. A második dolog, amelyben eltértek egymástól, az az, hogy amint elindul a reformkor, azt hogyan is kell tulajdonképpen elkezdeni? Mik az első lépések? Kossuth szerint először társadalmi változásokra volt szükség, ősiség, feudális rend eltörlése, jobbágyság felszabadítása, majd ezt követően a gazdaság átalakítása és reformálása. Széchenyi azonban ezt az egészet pont fordítva képzelte el, ő úgy képzelte, hogy először a gazdaságot kell átalakítani, és majd utána lehet a társadalmat is megváltoztatni. Itt tehát egyébként tulajdonképpen egyetértettek abban, hogy mind a kettő dolgot meg kell majd csinálni, csak itt a sorrendben volt egy kis eltérés. A harmadik pont, melyben nem értettek egyet, az a császárhoz való viszony. Széchenyi úgy gondolta, hogy békésen el lehet simítani mindent, oda megyünk, leülünk, megdumáljuk, és minden rendben lesz. Kossuth azonban tudta azt, hogy békésen nem lehet rendezni a dolgokat, és csak is kizárólag harc útján érhetjük el az új magyar berendezkedést, illetve az alkotmányt. A negyedik kérdés, melyben nem értettek egyet, az a nemzetiségek kérdése. Kossuth úgy gondolta, hogy a hazánkban élő más nemzetiségek, így románok, szerbek, stb. Majd önként is dalolva fognak asszimilálódni. Széchenyi azonban tudta, hogy az asszimiláció nem megoldás, és békés együttélésre van szükség, és arra, hogy hazánkban a magyarságot támogató nemzetiségek éljenek. Utólag visszagondolva, és utólag már látva az eseményeket, azt látjuk, hogy a négy vites kérdésből Kossuthnak háromban is igaza volt, a negyedikben, a nemzetiségek kérdésében nem, ebben Széchenyinek volt igaza. Ezen a négy dolgon kívül egyébként még számos más dologban is ellentétes véleményem voltak, ilyen volt például a közlekedésfejlesztés is. Tehát leszögezhetjük, hogy a reformkor nagy része az a Kossuth és Széchenyi vitától volt hangos, amely leginkább ugye újságcikkeket, különböző könyveket jelentett. Mindenki tudta, aki a korszakban élt, hogy éppen aktuálisan ki mit gondol, volt, aki az egyikkel, volt, aki a másikkal értett egyet. Azonban, mint később beigazolódott, elég sok mindenben Kossuthnak lett igaza. Elérkezünk tehát 1848-hoz, a nagy események itt történtek. 1848-ban végre megalapulhatott a Batthyány kormány. Azért fontos hozzátenni, igen, hogyha a történelmet itt azért szeretnénk vizsgálni, nem mehetünk el 48 témánál, Petőfiék mellett, a márciusi ifjak mellett, hatalmas tetteket hajtottak végre, de mégis úgy gondolom, hogy most Kossuthra és Széchenyire kell koncentrálnunk. Az új berendezkedésben, tehát a Batthyány kormányban már mind a ketten minisztertársakként működhettek együtt. Kossuth a pénzügyminiszter lett, Széchenyi pedig közlekedésügyi miniszter. Itt egy rövid időre nyugi
következett. Mind a kettőjük szempontjából szépen nyugiban tudtak dolgozni, mint miniszterek, és mind a ketten törődni a saját dolgukkal, a saját pozíciójukban. Széchenyi tehát közlekedési miniszter lett, így tehát neki is állt a Lánchíd építésének, a Dunai és a Balatoni hajózás fejlesztésének, a Kereskedelmi Bank alapítását is megtette, illetve a Tiszát is szabályozta. Kossuth pedig nekiállhatott a nemzeti önrendelkezés alapjainak megteremtéséhez. Azonban az élet elég hamar közbeszólt. Pár hónap múlva. Tavasszal tehát megalapult a Batthyány kormány, elkezdték csinálni a dolgaikat, aztán nyáron, pár hónappal később pedig Bécsben a vezetés leverte a forradalmat, amely természetesen kihatással volt hazánkra is, és hát bizony itt már elkerülhetetlennek tűnt a fegyveres összecsapás, ugyanis Bécsben kijelentették, hogy na minden, amit most itt csináltok, ugye főleg Kossuthnak a dolgai a nemzeti önrendelkezés tekintetében, na minden, amit most csináltok, azt így felejtsétek el, ugyanis nagyon szoros császári vezetés alá fogjuk vonni Magyarországot. Innentől kezdve a dolgok mind a kettőjük számára elkezdtek hát eléggé rossz irányt venni. 1848. szeptemberében ugyanis Ausztria és Magyarország már végzetesen szemben állt egymással. Tényleg kilátástalan volt a helyzet, itt mindenféleképpen fegyveres összecsapásra kellett készülni, amely a Széchenyi teljes mértékben kikészítette. Ugye, ha visszaemlékeztek, akkor, amikor mondtam, hogy milyen pontokban nem értenek egyet, ilyen a császárhoz való viszony, melyben ugye Széchenyi úgy gondolta, hogy békésen le kell ülni és meg kell beszélni, és semmiféleképpen sem kell itt harc. Ebbe nyilvánvalóan benne van az is, hogy Széchenyi honnan jött, ő már alapvetően is arisztokrata volt, Magyarország második leggazdagabb családjának leszármazottja. Nyilvánvalóan teljesen máshogy áll egy nagyember a többi nagyemberhez, viszont be kellett látnia, hogy a fegyveres összecsapás a küszöbön áll, és ebbe teljes mértékben belerokkant. Gyakorlatilag szanatóriumba kellett kezeltetni innentől kezdve. Kossuthnak azonban ez idő tájt, tehát 48. szeptemberétől kezdődően, ugye innentől kezdve Kossuth lett egy darabig az ország első embere, és ő állt a forradalom élére. Majd amikor 49-ben leverték a forradalmat, akkor emigrált az országból. A forradalom leverését követően Széchenyinek voltak hol világosabb, hol sötétebb időszakai, minden esetre teljesen elvonulva, a világtól teljes mértékben elzárva érte innentől életét. Kiadott még egy-két könyvet, az ausztriai elnyomást is egyébként nyilvánvalóan ellenezte, és erről is írt könyvet. De innentől kezdve teljes mértékben elzárkózott a világ dolgaitól, és végül 1960-ban halt meg. Kossuth pedig vele szemben ugye emigrációban élt, ő már nem tért vissza Magyarországra. Nyilvánvalóan ez azért is történhetett, azért, hogyha valaki tisztában van 48-49 történéseivel, akkor pontosan tudjuk, hogy a fegyveres harcok leverését követően ugye 13 aradi vértanút kivégeztek. Kossuth valamilyen szinten érezhette ezt, és hát nyilván nem akart köztük lenni. Egyébként hozzá kell tenni, hogy még végig az 50-es években különböző pénzügyi támogatókat keresett arra, hogy ezt a harcot, ezt a forradalmat újra elindíthassa. Erre támogatókra volt szüksége, hát sajnálatos módon, vagy hát nem sajnálatos módon, ezt most ki tudja, de ez nem sikerült neki, ez egy tény. Végül pedig 1894-ben Torinóban halt meg. Így áttekintve tehát elmondhatjuk, hogy teljesen más életutat jártak be mind a ketten, de végig párhuzamosan egymás mellett, egymás szerető karjaiban töltötték ezt a néhány évet, amely megadatott nekik. Kossuthnak nem is olyan kevés, eléggé szép kort élt meg. Minden esetre az érdemeik elvehetetlenek tőlük. Széchenyi indította el a reformkort
Magyarországon, amely egy kiemelkedő alakká teszi a magyar történelemben, illetve természetesen Kossuthot is, ugyanis az ő Habsburgokkal vívott csatái az ország legkiemelkedőbb vezetői közé emelik őt. Teljesen más életút, de két fantasztikus ember, akikre kell emlékeznünk. Ugye, hogyha a korszakokba be akarjuk helyezni azt, hogy ez az egész ez hol történt, akkor azért nyilván, ha ez egy törifelelet lenne egy érettségén, akkor meg kéne említeni, hogy ezt követően 48 után, ugye 67-ben következik a legfontosabb évszám, amely ugye a kiegyezés. De most ebben nem menjünk bele, mert az is egy akkora téma, aminek hát legalább egy órát kéne szentelni, hogyha rendesen végig akarnánk rajta menni. Minden esetre köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett ez a kis betekintés, ez a kis összefoglalás, így Kossuthról és Széchenyiről. Hamarosan visszatérünk még több ilyen videóval, lesz még rengeteg érdekes témánk, reméljük, hogy ezek számotokra is érdekesek. Úgyhogy találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!